Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Ezek itt kérdés formájában vannak föltéve. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten, aki megigazít? Ő vádolna? Ő nem vádol, hát ő igazított meg téged. Kicsoda az, aki károsztat? Krisztus, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Isten lenne az, aki kárhoztat téged? Jézus lenne az, aki kárhoztat téged? Hát ők nem kárhoztatnak téged. Amen. Amen. Jön az ördög, és ő akar kárhoztatni téged. Vagy bedob gondolatokat, és elkezded kárhoztatni magadat. Miért? Mit akar az ördög? Hogy mindig érezd magad vádolva, kárhoztatva, érezd magadat méltatlannak. Méltatlannak mire? Arra, hogy ott tudjál lenni az Isten jelenlétében. Hogy ott tudjál lenni az Isten jelenlétében szabadon. Hogy közösségben tudjál lenni az élő Istennel. Mert amikor az ember vádolva van, kárhoztatva van, alkalmatlannak, értéktelennek érzi magát, azt mondja, hogy én bűnös vagyok, akkor nem is tud bemenni Istennek a jelenlétébe. Nem tud közösségben lenni az élő Istennel. Mit csinált Ádám, miután elkövette a bűnt? És jött Isten, és hallotta az Úrnak a hangját. Mit csinált? Elbújt. Elbújt. Nem közelebb ment Istenhez, hanem elbújt. Eltávolodott tőle. Mit akar az ördög? Hogy becsapjon téged. Hogy vádoljon és kárhoztasson téged. Amikor te ezt elfogadod, ezeket a gondolatokat. Elfogadsz egy tünetet. Elfogadod a fizikai érzék szerveid által felfogott információkat, mint igazságokat, akkor test szerint jársz. De mikor jársz szellem szerint? Akkor, amikor az ige igazságát fogadod el. Amen? Amikor jön egy károsztató gondolat, és azt mondod, hogy nem, meg van írva. Az ördög jött kísérteni Jézust. Az igével kísértette, de Jézus mindig az igével válaszolt. Meg van írva. Meg van írva. Amit meg van írva, az rólad szól. Amit meg van írva, ez te vagy. Amen? Amit le van írva, abba bele kell lépned, hogy azzá váljál. Hogy az igévé váljál. Amen? Jézus Krisztus. Az ige testélet benne. De milyen lehetőséget adott nekünk, hogy mi is testélet ige legyünk. Hogy mi is a két lábon járó ige legyünk. Amen. Hogy Istennek a két lábon járó élete legyünk. Mikor jársz szellem szerint? Amikor az ige szerint gondolkozol. Amikor az igén keresztül látod a dolgokat. Amikor azt mondod, hogy Uram, fölemelték a gázárakat, meg mindent. De te betöltöd minden szükségünket a te gazdagságod szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Amen.